Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti kiskunhalasi dharma beszéden, és idefele jövet egy olyan koncepció ragadott meg, amit így még magyarországi környezetben nem tárgyaltunk sehol, senkivel, úgyhogy veletek most itt először. A Buddha tanításaiban szerepel a négy nemes igazság, és ezt már sokan hallhattátok, hogy micsoda. A nemesre szeretnék most koncentrálni, azzal együtt, hogy felfrissítem emlékezetünket, hogy ez a négy nemes igazság micsoda. A Buddha, amikor megvilágosodott, akkor azzal próbálta kezdeni a tanítását, ami számára a leglényegesebb és legfontosabb, ami a realizációjának az alapja. Ez pedig az, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És hogy mi ez a tudat? Ez a praxis célja. Ezért gyakorlunk, ezért nézünk befele, hogy kitaláljuk, tapasztaljuk, hogy valójában mik és kik vagyunk mi, mint emberek, mint egyén, mint család, mint nemzet, mint civilizáció. Mit jelent az, hogy emberi tudat, és tovább menvén, mit jelent az a tudat, ami ezt az egész világegyetemet teremti. Igen, ám csak, hogy ezt úgy első körben nem nagyon értették a tanítványok, ez túlságosan egylépéses tanítási módszer volt, és túl egyszerű, de túl magas volt egyszerre. Úgyhogy a Buddha fogta és szétosztotta az egészet négy felé, négy lépésre, hogy az emberek ezt megértsék, hogy pontosan milyen helyzetből, milyen helyzetbe érdemes eljutni az élet során, és ekkor született meg az a tanítás, amit a négy nemes igazságnak hívunk. És ez a szenvedés ténye a Földön, a földi életben, a szenvedés oka, a szenvedés megszüntetése és a szenvedés megszüntetéséhez vezető út. És mindig megkérdeznek engem, hogy ugye miért kell a rossz hírrel kezdeni? Hogyha ez nem világos valakinek, akkor nyissa ki a tévéhíradót meg az egyéb hírcsatornákat, hogy ott miért van annyi balesetről, katasztrófáról és egyébről való híradás. És ez sokkal izgalmasabb, mint a jó hír. A jó hír az úgy megnyugtat, az úgy az megsimogat, hogy minden rendben van, de a rossz hírre, az emberek túlélő reflexei, birtokló reflexei, hova tovább szaporodó reflexei azon nyomban beindulnak, és az az, ami stimulál. Igen, ám csak, hogy a szenvedés ténye az a legtöbb ember számára nem világos, és meg kell nézni, hogy valójában mire gondolt a Buddha akkor, amikor ezt mondta. Tehát miért mondjuk azt, hogy a születés, öregség, betegség, halál, ez egyformán szenvedés. Hiszen a születésnek nagyon szoktunk örülni, hogy fiú, vagy kislány, és milyen aranyos. Az öregség, betegség, halál, azt tudjuk, hogy eléggé szenvedésteli, tehát mindez a születéssel kezdődik. Igazából az a kérdés, hogyha hozzátesszük azt, amit általában szoktunk tapasztalni, nem tudjuk kifizetni a számlát, olyan levelet kell fölbontani, ilyen sok pecsétest, aminek nem jó a tartalma, és attól szenvedünk, rokonokkal nem megfelelő a viszony, néha családtagokkal is probléma van. Tehát ez az a szenvedés, amit általában szoktunk tapasztalni, és nem az az alapvető dolog, amiről a Buddha szól. Tehát a négy kisebb szenvedés az, egy kicsit summázva, hogy olyat kapni, amit nem szeretsz, ami nem kell, ami borzasztó. Nem kapni meg olyat, amit nagyon szeretnél, amire vágysz, ami a boldogságodnak ugye látszólag az alapja. Olyan emberek társaságában lenni, akiket nem szeretsz, és olyanokat hiányolni, akikkel viszont szeretnél együtt lenni. Tehát ez kétszer kettő, ez itt nagyon szépen négy, ez a négy kisebb fajta szenvedés. De ahhoz, hogy a négy elsődleges szenvedésre ráébredjünk, ahhoz látni kell, hogy ez a létez hogyan működik. És ennek van három alapjegye. Az egyik a mulandóság, a másik a kölcsönös függés, és a harmadik pedig a tökéletlenség vagy befejezhetetlenség. És ez a befejezhetetlenség, ez nem csak a házépítés, hogy nem tudod sohasem befejezni, hogy 20 éven keresztül a konyhabútort ott az ember csavarozza. Nem, ez arról szól, hogy minden változik, és minden energiát kér ahhoz, hogy olyan állapotban legyen, amilyet te szeretnél. Az emberi kapcsolatok is, a lábasjószág is, a birtokod is, folyamatosan energiát kell beletenni ahhoz, hogy az úgy működjön, az úgy legyen, ahogy szeretnénk. Tehát ez a
kölcsönös függés, a befejezhetetlenség és a mulandóság. A mulandóság ugye a kozmetikai iparnak az alapja. Ha nem lennénk annyira mulandóak, akkor nem kell ennyi minden, amivel azt a mulandóságot elfedjük. Na most megtárgyalván azt, hogy ez a szenvedésnek a ténye, aztán a szenvedés oka, ugye a ragaszkodás, a különböző dualisztikus nézetekhez való ragaszkodás, a jóról és rosszról alkotott fogalmaknak az abszolút hite, és a véleményeink, az erről alapozott véleményeink. Ez a csúnya rossz macs, vagy jaj, de nagyon szép, megsimogatom, stb. Anélkül, hogy valójában látnám, hogy az a lény kicsoda, vagy az a dolog micsoda. Tehát nem az okot és az okozatot látom, hanem a véleményeimre kezdek el hallgatni. A szenvedés megszüntetése az pont ennek az ellentétje, meghaladandó azt az állapotot, amikor csak a gondolkodásomra és a nézeteimre hallgatok, és egy letisztult, világos látással alapozom meg a nézeteimet, és az ehhez vezető út, az szintén a nemes nyolcrétű ösvény, helyes meditáció, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, és a többi, és a többi. Azért mondtam ezt el ennyire vázlatosan, mert kifejtés már elhangzott jó párszor, hogy egy picit beszéljünk arról, amiről eddig még nem, és ez a nemes fogalma. Tehát a Buddha a négy nemes igazság és a nemes nyolcrétű ösvény kimondásával valami olyat tanított, amely ránk, mint emberekre, mint emberi nemre, mint emberi fajra jellemző. De ezt a szót, hogy nemes, ezt nagyon sok értelemben használjuk még. Tehát az igazi kérdés az, hogy a nemes penész, nemes gulács, nemes medves, növénynemesítés, nemi élet, emberi nem, nemesi levél, nemesség, nemesi osztály, tehát ezekben mi a közös? Tehát mi az, ami a nem tagadó szó értelmében a nem vagy nemesség? És ez azért érdekes, mert ugye társadalmunkban egy új tudatforma is kialakulóban van, és ezt nem csak a bronzszobrok számának növekedésében tudjuk észrevenni, hanem egy olyasféle történelmi tudatosság, amely a magyar identitást keresi. És bizony kialakulóban van egy olyasféle szemlélet, amely a korábbi ugye, társadalmi tudatossággal, és mondjuk a 19. századi, vagy az azelőtti ugye, nemesi tudatossága keresi a kapcsolatot. És azt szerintem létkérdés, hogy ez a helyén legyen. Hogy ezt helyesen lássuk, mert hogyha ezt nem látjuk helyesen, akkor több szenvedést fog okozni, mint amit most tapasztalunk, ha pedig helyesen látjuk a nemesség fogalmát, akkor az bizony segíthet rajtunk és másokon egyaránt. Tehát amit a Buddha tanított, az a mi ránk, mint emberi nemre, emberi fajra különösen jellemző, mint tény, mint a szenvedés ténye és oka, és mint lehetőség a szenvedés megszüntetése és a megszüntetéshez vezető út. Ezt hívom szellemi nemességnek, amely megmutatja nagyon tisztán, hogy mik vagyunk, ugye, mi, emberek, és mit tudunk még magunkból kihozni, ha dolgozunk magunkon. Tehát a legjobbat, a legemberibbet, a legmagasabb rendűt tudjuk kihozni magunkból. Ezt hívom szellemi nemességnek, és ez nem azonos semmiféle vallási dogmatikával, vagy éppen filozófikus ugye, tétellel, mert akkor már lebontottam valamiféle kultuszra, kultúrára, filozófiai iskolára, esetleg tudományos vagy egyéb nézetre. És ez azért fontos, mert a történelmi nemesi tudat, hogy ugye nemesi leveleket, lovagrendeket, egyebeket adnak ki és alapítanak királyok, királynők, az nem egyenlő ezzel, vagy nem szükségszerűen egyenlő ezzel. Nézzük meg az európai nemesi osztály, nemesi réteg viselkedését az elmúlt 6-700 évben, és nagyon ludasok egy csomó mindenben. Nézd meg a francia nemesség viselkedését 1789-ben, amikor Marie Antoinette királynőnek azt mondják, hogy felség, Párizs népének nincs kenyere. És erre a válasz az volt, akkor egyenek tortát. És erre indult be a francia forradalom, mint egy kigyújtó szikra több más körülmény mellett. Tehát még nagyon sokszor lehet ilyen példát hozni, például a magyar nemesség viselkedése Mohács előtt, hogy, hogy miért kellett több száz évvel azután Adinak azt írni, hogy nekünk Mohács kell. Tehát hogy viselkedik az uralkodó osztály, mit csinál a néppel.
És ez jellemző volt akár az orosz bojárokra, az orosz nemességre, vagy mondjuk a Habsburg Birodalom több országára, és itt a történelmi nemességről van szó, ami nem szükségszerűen találkozik egy szellemi nemességgel, egy olyasféle emberi nemességgel, amely tényleg a legjobbat hozza ki belőlünk. Honnan tudod? Tehát honnan lehet ezt lekövetni? Ahogy azt az előbb említettem, abból, hogy több szenvedést hoz létre, növeli az egyenlőtlenségeket, nem viseli a felelősséget a gazdasági és politikai hatalommal együtt. És hogyha másképp viselkedik, és magából az embert kihozza, és másból is az emberit kihozza, akkor a szenvedés csökkenésével jár, a harmónia növekedésével, egy olyasféle középúttal vagy középosztály megteremtésével, amely néha jellemző volt ránk, de nagyon rövid ideig. Tehát ez nem tartott sokáig. Általában szerettünk szélsőségekre hasadni, és nem magunkból valami középutast és világosat kihozni, és ekkor elveszett ez a fogalom. Tehát ezért is a történelmi nemesség, mint osztály eltűnt. 20. század volt egy hatalmas átmenet ebből a szempontból, és volt egy olyan köztes termék, amit a gentrynek lehet hívni, és ez a 19. század, amikor már bomlott ez a társadalmi réteg, és elkezdett ugye a polgárság fölfelé jönni, és láttad azt, hogy ugye a Jókai regényektől kezdve a Mikszáth regényekig leírják azt, hogy ez az osztály hogyan dúsult föl, hogyan tört fel a polgárság gazdaságilag, és csúszott le a nemesség először tudatilag, és aztán politikailag és gazdaságilag egyaránt. Ha megnézed, akkor a szellemi nemesség elvesztése kellett ahhoz, ami több száz éves folyamat volt, hogy ez az osztály elveszítse felelősségtudatát, és ezzel együtt a lehetőségeit is. És ez nem csak egy európai termék. Ez Ázsiában is megvalósult. Nézd meg a kínai konfuciánus társadalmak bomlását, főleg Nagy-Kínában 1860, Japánban, amikor ugye Meicsi uralkodó 1867-ben restaurálta a Nagy-Japán császárságot, erre alapozva a Japán birodalmat, és az a buddhista szellemi osztály, vagy szellemi csoport, akik addig a szellemi töltését, vallásos hátterét adták nagyrészt az uralkodó osztálynak, hirtelen elkezdték az uralkodó hatalmi allűrieit és ambícióit szolgálni. Ebből lett a Japán birodalom a 20. század első felében, és ezért döntöttek úgy az amerikaiak, hogy két atommal kell megállítani őket, mert különben lehetetlen. Különben még egy millió életet ugye, fel kell áldozni azért, hogy a Japán birodalmat visszaszorítsák. És ez mind a nemesi, az emberi nem ugye, félreértéséből származik, vagy leszűkítéséből származik. Akkor, amikor ezt fölismerték a japán rendek, a Szotó és a Rinzai, a 60-as években mind a kettő bocsánatot kért a japán nemzettől, hogy úgy viselkedtek, ami a nemzet kárára vált. Hiszen a nemes és a nemzet az ugye egybe kellene, hogy tartozzon valahogy, és legyen valami ugye, összehúzás a felelősséget és hatalmat egyszerre viselő osztály, és ugye az össznemzet között. És ez a felelősségtudat, ez néha Európából, Ázsiából néha ugyanúgy hiányzott. És amikor a kapcsolat megszakad a többség és a kisebbség között, akkor ezt hívjuk társadalmi válságnak, a bizalom hiányának, az együttműködés hiányának, a lehetőségek nem érvényesülésének. Amikor a bennünk lévő emberit azt nem tudtuk kihozni, mert valami egyéb vette át a helyét. És a képlet rendkívül egyszerű. Tehát, hogyha magunkból kihozzuk azt, ami különlegesen emberi, az erősíti a kapcsolatainkat, erősíti a bizalmat családon belül, családon kívül, össztársadalomban és társadalmak között. Ha pedig nem, akkor a bizalom, az együttműködés az sérül, és nem tudunk olyan emberi minőségeket kihozni magunkból, amelyekre egyébként nagyon szükség van. Tehát szükség van a bölcsességre, az együttérzésre, az önzetlenségre, de ezt a fajta szellemi nemességet nagyon sokszor történelmi és politikai okokból lefokozzuk. És ebben komoly társadalmi osztályok vesznek részt. Komoly társadalmi csoportok vesznek részt azért, hogy az emberek valami más életet éljenek, mint amit ugye legmagasabb szinten ki tudunk hozni magunkból. Egyébként ez azért szomorú, mert hogyha csak egy picit befelé fordítanánk azt az energiát, amit odakint megkülönböztetésre, néha diszkriminációra használunk föl,
akkor egész másképp tudnánk élni. Csak az először a saját házi feladatunkat kellene belül elvégezni, hogy mi valójában az ember, az emberi tudat, magyarul mi vagyok. És innentől kezdve, ha ezt a belső munkát elvégzem, és a saját illúzióimat egy picikét félreteszem, akkor az emberi nemmel, az emberi identitással sokkal jobban tisztában lennék, és nem lehetne megbolondítani sem egyéni, sem családi, sem társadalmi szinten. Ez például a 19. században az európai népek identitáskeresésekor, ez nagyon komolyan a felszínre tört. Amikor azt látod, hogy egy mondjuk Nietzsche-i filozófiára ráépült egy német birodalmi identitáskeresés, és meg is csinálták. Az egész fél évszázadot se tartott. Nézd meg a Nietzsche-i művek publikálását és a hitleri hatalom átvételi időpontját, pár évtized az egész. És mind az emberebb ember a nemesi, ugye szellemi nemesi identitás keresésekor kezdődött. Hogy mi az, ami specifikusan, ugye, mi vagyunk. És ez aztán leszűkül csak a német birodalomra, és utána az lett belőle, ami. Tehát ezért kell nagyon megfigyelni, hogy mi az, ami bennünk emberi, mi az, ami bennünk valójában nemes vagy nemesi, ami nem függ attól a kutyabőrtől, vagy egyéb ilyen levéltől, amit ugye történelmileg, politikailag ugye kiosztanak. Jó? Tehát az emberi tudatnak ezért van óriási lehetősége és felelőssége egyaránt, hogy ezt a fogalmat több más fogalom mellett tisztázzuk. Van esetleg kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Hatalmas a csend. Tehát akkor beszéljünk esetleg a növénynemesítésről? Vagy a nemes penészről? Nézd meg a növénynemesítést. Összeraknak két fajtát legalább, és néha így többször, ugye? És megpróbálják a DNS-ekből a legjobbat kihozni, a legellenállóbbat, a legtermékenyebbet, a legtisztábbat, tehát azokat a lehetőségeket ugye megemelni, amik egyébként adottak, csak ugye nem használtuk ki. Tehát ezeknek a különböző ugye, lokális, helyi használatú jelentéseknek van egy közös eredete, egy közös őse. És ezt magunkban jó, hogyha megtaláljuk. Hogy mi az, ami bennünk speciálisan emberi, és nem az az állat ott az árokban, ott a hemperek. Tehát nézzük meg. És ez a felébredés egyik folyamata. Szóval van ezzel kapcsolatban kérdése bárkinek? Kérdésem következő, mi az első lépés, mint egyén nekem, hogy a következő szintre lépjek? Belül meglátod, hogy mi a saját házi feladatod. És ezt a meditáció útján, a befelé tekintés útján megláthatod. Elég, hogyha leülsz, és éppen nem nézek kívül tévét, és akkor a belső tévéadás megjelenik. És ezt nagyon sokféleképpen meg lehet kezdeni. Általában azzal a kérdéssel lehet kezdeni, hogy mi a dolgom? És akkor egy csomó elintézetlen ott van. És én ezzel szeretek kezdeni, és nem ezekkel a hatalmas, nagy, szellemi, néha elvontnak tűnő fogalommal, és az ember kezdje el kitakarítani a szobáját. Belül is, kívül is. És hogyha meglátjuk azt, hogy emberi kapcsolatainkban, anyagi életünkben mennyi minden takarítani való van, akkor kezdjük el azzal. Kezdjük el rendbehozni a dolgokat. Kezdjük el harmonizálni a kapcsolatainkat. Kezdjük el megnézni, hogy hol dolgoztam düvel, vágyjal, kapzsisággal, téves nézetekkel, melyek azért tévesek, mert nem működtek. És hol dolgoztam bölcsességgel, együttérzéssel, önzetlen segítséggel? Hol tudtam ezt kihozni magamból? És ez az a kérdés, ez a folyamatos jel, hogy mi a dolgom? És megjelenik a házi feladat több példányban. Dossziényi. Mert azért vagyunk itt, hogy ezeket a házi feladatokat magunkban úgy elvégezzük. És akkor kialakul egy más kép rólad, mint apa, mint férj, mint fiú, mint testvér. Megváltoznak a kapcsolatok azért, mert megváltozott az önképed. És ezen keresztül a világlátásod, a kapcsolatteremtésed. Tehát, hogyha megvilágosodottabb vagy nemesebb társadalmat szeretnénk, akkor azt magunkon kell elkezdeni.
És a magunkon kezdés az az, hogy megkérdezem, na most mi a dolgom? És ez már nem egyenlő azzal a véleménnyel, amit a világ rólam alkot. Ez már egy sokkal igazabb és mélyebb belső belátásból fakad. Hogy lehet, hogy nekem azt mondták, hogy én nagyon jó kis fiú vagyok, de valójában mégse voltam az, csak teljesítettem valakinek a norma rendszerét. Szeretetet akartam, és meg is kaptam, de milyen áron? És a többi. Tehát mi a dolgom? És hogyha ezt elkezdett föltakarítani, akkor belül aztán egyre mélyebbre lehet menni, és szándékosan nem mondom most a zennek a különböző formai eszközeit, mert nem ez a fontos. A lelkednek a tisztasága, nemessége a fontos. Az úton való haladás fontos, hogy mint ember kihozzuk magunkból a legjobbat, a legnemesebbet, a legmagasabbat, annélkül, hogy erre egy rusnya nagy egoitást rágyártanánk, hogy én. Mert az a nemességnek a gátja, a kerékkötője, egy állandó ego kényszerben élünk. Hogy legyártjuk azt az ént, amelyik diszkriminál, megkülönböztet, ítél, téves nézetekkel él, abszolút jóban és rosszban gondolkodik, és ezzel rontja le az életminőségét, és veszíti el azt az eredeti emberi nemességét, amit megélhetne, amivel élhetne mások számára, maga számára egyaránt. Tehát az első lépés nagyon jó kérdés, mert ez a legfontosabb. Az első lépés, nézd magadba, és ébreszd fel azt a mélyebb, szellemi eredetű lelki ismeretet, amely csalhatatlan, mert nem az öncsalásra épül. Nem egy bizonyos vallási vagy ideológiai háttér miatt csalhatatlan, hanem azért, mert belül az igazságra törekszik. És ettől az igazságtól, a tisztánlátástól lesz egy önbecsülésed. És ez más, mint az az önérzet, hogy majd én megmondom, hogy az hogy van. Ez más. Ez a véleményekhez való ragaszkodás. Jó? És a további lépés az pont ebből következik. És azért kell csak az első lépésről beszélni, mert ha az illető azt nem teszi meg, akkor felesleges a másodikról, meg a harmadikról. Jó, és türelmet honnét merítsek hozzá? A saját szenvedésedből. Hogy elég volt-e? Mert ha elég volt, akkor van türelmed a megváltoztatásához. Akkor már le tudsz állni. Ha még nem volt elég, akkor nyugodtan a falba verdesed a fejedet 50 herccel. Nyugodtan. Tehát ezért a Buddha tanítását soha nem tanítjuk úgy, hogy majd én meggyőzök valakit. Majd a saját szenvedése meggyőzi. Nem kell hozzányúlni, de ott kell állni nagyon közel, hogy amikor már ordít, mert véres, akkor adom a tapaszt. Tehát mielőtt fel nem sebzi magát, addig nem hiszi el, hogy valami kötszer kell, valami fertőtlenítő kell. És ezt hívjuk érésnek. Az érett gyümölcsöt érdemes csak leszedni a fáról, az éretlent nem. Tehát nem tanítjuk a tant annak, aki nem érdeklődik iránta, mert még nem ébredt fel benne valami, hogy ez így a látszat szerint rendben van, de valójában nincs rendben. Tehát ha az első lépéshez még hozzátennék valamit, azt, hogy tégy föl egy olyan kérdést, ami számodra fontos és igaz. Az az első komolyabb, őszinte pillanat, amikor egy befelé irányuló, komolyabb kérdést fölteszel. És akkor az belül elvezet valamerre. Csak azt szeretném mondani, hogy én is így gondolom, tehát én is ezen az úton vagyok, hogy egyedül önmagamat kell fejleszteni, nemesíteni. Örülök. Ezzel kapcsolatban segíthetek-e? Most éppen úgy nincs. Úgy jól vagyok. Csiga leves megvan, igen. Utána paprikás krumpli, nokedliva, uborka saláta van hozzá? Kedves szenvedéseken átléptem, most már anélkül nem megy. Anélkül nem megy. Tehát ez azért fontos, mert az emberek általában fájdalomkerülő lények, és nem szeretik a szenvedést, és el akarják kerülni. De aztán egy idő után rájönnek, hogy nem lehet elkerülni a szenvedést. Aztán rájönnek arra, hogy mazohizmus nélkül nem is szabad elkerülni a szenvedést, mert a válsághelyzetben a szenvedés kellős közepén hozott döntésektől leszel az, aki. Békeidőben mindenki nyugodtan megy fagylaltozni, és happy, és elfeledkezik magáról, és ez rendben is van, ez is kell. Egy kőkemény válsághelyzetben kijön-e belőled az állat, az ösztönlény, vagy pedig hozol egy olyan nemes emberi döntést, amitől megtanulod, hogy mi a feltétel nélküli szeretet, mi a cselekvő együttérzés, mi az önzetlen segítség, ez válsághelyzetben dől el igazán.
addig mindenki azt mond, amit akar. De hogyha megszorul a spanyol csizma, a sorsodnak a kényszerítő erője, egyszer csak sarokba szorítanak, akkor mi jön ki belőled? Na ekkor van óriási jelentősége az önismeretnek, a világismeretnek, a tudatos útválasztásnak, hogy ebben az életben ezeket a minőségeket szeretném elérni, ilyen ember szeretnék lenni. És ez egy mélyebb identitástudatra épül, mint amit a családod, a társadalom vagy egyebek kondicionálnának beléd. Hogy te legyél jó anyuka, jó feleség, jó lány, jó nővér, jó húg, jó fogyasztó, jó munkaerő, jó főnök, stb. Jó. Ezek a jók, ezek nem egyeznek meg. Hatalmas nagy katyvasz lehet belőle. Tehát ezért kell mélyebbre menni, és azt mondani, hogy na akkor valójában ki vagyok én? Milyen szerepeim vannak? Mennyire autentikusan böcsülettel tudom ezeket a szerepeket gyakorolni, néha eljátszani? Tehát ha elég mélyre mész, és megtalálod magadban ezt az emberi, nemes dolgot, akkor a társadalmi, családi funkciók sem lesznek olyan nehezek. Meglátod azt a komoly kapcsolati hálót, azokat a körülményeket, amelyekbe beleszülettél, és talán később azt is, hogy miért születtél bele, miért vállaltad ezt a sorsot, mit akarsz magadból kihozni ezen az áron, hogy ezt a szenvedést, ezt a boldogságot, ezeket a válságokat, az egyéb békeidőket megéled. Tehát ezt hívjuk iránytartásnak, az irány felvételének és az irány megtartásának. Úgyhogy ezek után az ember nem kerüli el a szenvedést, hanem mint a jó kertész a komposztot beforgatja a talajba. A trágyát nem szeretjük, de a friss zöldséget azt igen. Na most lássuk meg az összefüggést a kettő. Itt vagyunk az Alföld közepén. Tehát lássuk meg azt, hogy az a jó kis büdös trágya, az ahhoz kell, hogy megtermékenyítsük vele a földet. Növeljük a termőképességét, és ezt a megfelelő magvat belevessük, gondozzuk, és utána kijön az a zöldség, ami minket legmagasabb szinten táplál. A szenvedés a trágya. Tessék beforgatni az élet talajába, és a helyes döntések magvai kisarjadnak. Ugye a szellemi nemességhez vezető úton mindenki keresi ugye az útvezetést, a magához vezető utat. És olyankor mindig, mikor el akarunk csendesedni, legalábbis gondolom, hogy a legtöbb embernek így megy, mert különben nem keresnék ennyien, mindig ott vagy az ego, vagy valami dörömből, ami miatt nem tudunk igazán befelé fordulni. Nem látom, hogy melyik lenne az az igaz, tehát nem jön elő nekem így, hogy és akkor fordulj magadba, és megjelennek ezek a dolgok, hogy erre kell tartanod. Tehát hogy lehetne egy kicsit legyűrni ezt az egót, vagy minél... Tehát, hogy egy kicsit könnyebbé tenni, tisztában látni, hogy oké, hogy vannak ilyen helyes útmutatók, de mi az, ami igazán tud segíteni minket, vagy ami igazán lényeges ebben, hogy tisztában lássunk, el tudjunk csendesedni. Jó. Kulturális kérdésem van feléd. Milyen lenne a csillagok háborúja a halálcsillag nélkül? Érdektelen, igen, unalmas, ugye? Tehát milyen lenne az élet az egoitás nélkül? Igen, szükség van rá, de... Ez nem ennyire egyértelmű, mert attól szoktunk nagyon szenvedni, amit egyébként nagyon akarunk, és meg is kapjuk. Tehát nézd meg, az ember az én fejlesztésben, az ön megvalósításban, a keresésben az, hogy nekem mi az... Tehát ebben az ego fogalmára a legelején nagyon nagy szükség van. Hát fel kell nőni, minden sejtnek van hártyája, még a legrusnyább sejtnek is van hártyája, azért, hogy megkülönböztesse magát a környezetétől. Tehát az individuum, mint képzet, szükséges, elkerülhetetlen, de nem meghaladhatatlan, igen, az ember életében. Tehát utána visszatérve ez a gyönyörű kulturális hasonlathoz, ugye mit csinál Luke Skywalker? Képzi magát. Tehát kell egy Yoda mester, akit úgy megtalál. Aki egyébként a legnemesebb, benső, igazi énjének a külső megtestesülése, ugye, az összes ilyen szép kis tündefülével. És amikor a képzés az megvalósul, akkor már valami másban bízik, mint a saját kis egoitása, figyeled, az erő veled van. Na de mi ez? Tehát, hogy ahol van energia, ott van információ, és tehát mi ennek az erőnek az információ oldala? Az információ oldala a te kérdésed szempontjából a nem én. Tehát megtapasztal valamit, ami nem egyenlő a saját egoitásával, de mégis benne van. Tehát már a hangsúlyt másra helyezi. És ezért tudja
a tisztánlátás, a pillanat proton torpedóját belelőni a halálcsillagba. Tehát a saját egóképzeted, ami nagyon állandónak, nagyon abszolútnak tűnik, ez a tisztánlátás pillanatával szétrobbantható úgy, hogy látod, hogy ez relatív, kondicionált, esetleges, változtatható, minden eleme cserélhető, de mint identitásra szükség van. Csak már nem az a fontos, ami eddig volt, és tovább látok, tehát túl látok rajta. Látod igaz természetét, hogy az egoitás is egy teremtett valami, ura vagy annak, hogy milyen ént, milyen személyiséget teremtesz, olyan kondíciókat hozol létre, amelyekből a kívánt személyiség keletkezik, és ez már egy más módon, vagy nemesebb módon működő személyiség, mint az, aki állandóan düvel, kapzsisággal, téves nézetekkel, állandó egyéni véleményalkotással próbált megoldani konfliktusokat, igen, és nem megy. Hát nézd meg ugye tömegszinten, hogyha a háborúk békét hoztak volna, akkor itt már rég béke lenne, hát annyiszor harcoltunk. De a háborúkat mindig újra termeljük, mert nem a háborúhoz békét. Igen, igen. Tudod? Tehát ez egy alapköve lenne annak, hogy harmonikus kapcsolatban éljünk meg minden. Szerintem ez a legyűrés, csak hát ez a legnehezebb mindig. Mert hogy a halálcsillagot nem legyűrni lehet, hanem megtalálni azt a rést, ahol az igazság bemegy. Tehát amikor leülsz, és belül zaj van, akkor igen, a kérdésed fog áthatolni ezen a zajon, és nem az, hogy maradjál már nyugton. Tehát nem ez megy, mert nem tudod magadat így lehurrogni, és nem is kell, sőt, ez azért jó, mert az úgynevezett angol ez a mind chat, tehát hogy a tudatot fecseg belül, az egy teljesen természetes dolog. De ha elkezded osztani belül, hogy maradjál már nyugtan, akkor visszaszól, tévét akarok nézni. Ennyi. Hagyjál békén. És akkor így elkezded osztani, és ez olyan a keleti felfogás szerint, hogy itt van az alkarod, csak darabokra vágod. Na, azzal nem lehet erőt kifejteni, mert darabokban van. És az állandóan gondolkodó, konceptualizáló, véleményalkotó tudat elgyengül. Elgyengül, mert elvész a saját maga által teremtett fogalmak között. Elvész az éberség. Feloldódik az egy tudat. Tehát csak hogy hagyni kell akkor. Na, vigyázzunk ezzel, mert mit akarsz? Tudod, hogy mit akarsz? Általában nem tudjuk, hogy mit akarunk, mert valami felszínit, valami illuzórikusat akarunk, csak az, hogy boldogok legyünk. Tehát az, hogy mit akarsz, az általában egy hormonvezérrel döntést hoz. És nem egy tiszta, belső, nemes emberi döntést, ami nem én központú. Tehát az első kör, hogy mi az, ami akar? Mi az, ami érez? Mi az, ami lát? Tehát pucoljam le magamról ezeket az illuzórikus rétegeket, és lássam magam úgy, ahogy vagyok. Na, ez a legnehezebb, de ezért kell leülni, és ezért van az, és ezért jó a kérdésed, nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló gondolat vagy tudat. És csak a kérdést tartod meg, és engeded, hogy minden jöjjön és menjen. Mert ami megjelenik és eltűnik, az nem az, amit keresünk. Amit keresünk, az a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, aminek eredetileg nincs tárgya, de mindent ez lát. Ez az alfa és az omega. Ebből keletkeznek és ide térnek vissza a jelenségek. És hogyha így ülsz, akkor a zaj az a meditációt forrása lesz. Hát emlékezz a trágya hasonlatra. Hát anélkül nincs humusz, ugye? Ha csak nem bácska bánát, mert ott már fekete a föld pár évszázada. Jó? Tehát az egy csongrád se rossz, csak használd fel a karmádat, és ne a karmád ellen menj. Tehát Luke Skywalker ezzel a két kezével, vagy ilyen puskagolyó meg rakétagyűjteménnyel nem tudta volna a halálcsillag fegyverzetét felülírni. Azt nem lehet. De a tisztánlátás egyetlen pillanatával puff. Tehát azt, csak engedjem, és akkor feloldódik a hatás, és érzésből dolgozzak. Tehát majd megérzem, hogy... Jelenlétből és éberségből dolgozz, az érzések is ilyen tudatfolyamatok, azokat is el kell tudni engedni. Tehát a gondolatok és az érzelmek ugyanúgy efemerek, ugyanúgy mulandóak, és ugyanúgy kondicionáltak. Ez a karmád, ez nem te vagy. Tehát ne cseréld magad össze a saját autóddal. Tehát amikor kórházba mész, akkor te mész oda, amikor az autó szervizbe megy, akkor az autó szervizbe megy. Tehát képzeld el, hogyha téged egy autószervizben gyógyítanának, vagy az autót bevinnék az intenzívre. Nagyon nagy probléma, ugye? Az emberek pont ezt csinálják. Pont azért kérdezem, mert szerintem ez sokak
sokak, tehát akkor minden harmonikus lenne, ha ez így menne mindenkinek. Én azt gondolom, hogy nem minden lenne harmonikus, így már pár évtizedet élve, de a konfliktusok is a helyükön lennének. Legalább. Tehát az illuzórikus és teljesen hiú ábránt, hogy akkor egy konfliktusmentes, teljesen harmonikus földet és földi életet lehetne létrehozni, ez nem lenne életszerű, és nem lenne megvalósítható, sőt, még kívánatos sem. Kipattannak a konfliktusok, rendben van, de annak a megoldása már teljesen másfele mutat, mint a konfliktus újra termelésére. Aztán születnek új tudatok, akik újra termelik a konfliktust. Hogyha megnézed, ez a 7 milliárd fő, aki most itt emberi testben itt van, sokkal több házi feladatot hozott magával, sem mint megoldást. És ezért a megoldásból sose lesz elég, mert mindig újra termeljük, pusztán az új születések által azt a házi feladatot, amit egyébként egyénileg meg tudunk oldani, de mint emberi nem, nem. Tehát akik megszületnek, azok nagyon megjósolható. Növekednek 3-10-15 év, és már pontosan tudod, hogy a személyiség mit csinál, és merre megy, és milyen problémái lesznek, csak rá kell tekinteni. De az először magadba kell tekinteni. Mert amit magadban nem láttál meg, azt a másikban sem fogod meglátni. Bizonyos tisztánlátás elérése nélkül hiába nézel a másikra, csak a felszín van. Magadban való mélység, az a másokban való mélység. Ugyanez. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. A 7 milliárd ember az újszületés, vagy az előző évezredek, évszázadeknek az összpontosulása most ebben a jelenkorban, vagy új lelkek? Én erre nagyon kíváncsi lennék, hogy erről mi a vélemény. Erre én is kíváncsi lennék. Na most gondolod, hogy egyén erre hiteles választ tud adni? Tehát van olyan spirituális statisztika, amit én bekérek minden nap, hogy most a jelenlegi születési statisztikák ezen a földön hogy állnak, és ugyan már hány inkarnációja volt és hol? Ez komolytalan. Nem a kérdésed komolytalan, de bármi választ adnék, az olyan hiteltelen lenne, hogy az borzacskó. Jó, ez is egy jó válasz. Örülök. Na végre. Akkor együtt fogunk vizet inni. De erre azért szeretnék valami érdemit, de nem túl veszélyeset mondani. Ha nagyon megnézed, akkor mire a gyerek 3 éves lesz, addigra megszilárdul. Tehát így, és még rengeteget fejlődik, meg magába foglal, tehát rengeteg egyéb hatás éri, meg neveljük, meg, de 3 évesen a kis személyiség már ott van a burok rajta. Addigra az a 7. tudatszint, ami az ítéletalkotó megkülönböztető tudatosság, az meg egy ilyen nagyon szép hártyát generált rá. És teljesen mindegy, hogy honnan hozta a karmáját, csak már akkor lehet látni, hogy milyen alaptulajdonságokkal rendelkezik, és milyen házi feladatokat hozott, és anyák ezt nagyon érzik. Apukák később, általában fáziskésés van. Apukák előjárnak egy sejtcsoporttal, és utána az anyukák átveszik a vezetést rögtön születés után. Tehát... Na mondja! Én szeretnék többet hallani erről előre a karmáról, hogy végül is hogy kell ezt értelmezni, elképzelni, ön mit vélekedik erről, egyáltalán honnan ered, mit, jó, honnan. Amiben létért. A karma az alapvetően cselekvés és annak az eredménye, így együtt. Az ok és az okozat együtt, a gondolat, a beszéd és a cselekedet együtt, ezeknek a szokásokká formálódása, ismétlés és azonosulás útján, ez is karma, ezen szokások személyiségjegyekké való rendeződése, a személyiségjegyek személyiségé való összeállása, az egoitás érzése, az ebből alkotott dualisztikus nézetek, ez mind karma. Honnan tudod? Onnan, hogy a karma az feltételhez kötött, mulandó és befejezetlen per tökéletlen, mert megjelenik bizonyos feltételekkel és más feltételekkel eltűnik. Ami nem karma, az nem mozdul, nem keletkezik, nincs önálló minősége, nem szűnik meg, de ez az, ami lát. Ezt hívta a Buddha vidyának, látásnak. Aztán a Mahajánában Buddha természetnek hívták, a megvilágosodás természetének, legmélyebb emberi természetünknek, hogy egy kicsikét humanizáljuk ezt a valamit, ami benned a tudat. Ez a tudat látja a lelket,
azt a karmikus összességet, amit magaddal hoztál. Tehát a test és a lélek kapcsolata az az élet. Ez mind karma, fizikai karma, érzelmi karma, gondolati karma együtt. És van a tudat, ami ezt az egészet látja. És hogyha nem lenne ez, akkor nem lennénk emberek. Tehát bennünk van ez a látó, csak nagyon szeretjük elködösíteni különböző módon. Tehát az igazi kérdés az, hogy mered-e a karmádat meglátni, mered-e azt a távolságot fölvenni, amitől a tudati tered kitisztul, és látod azt, hogy valójában ki vagy, valójában milyen karmát hoztál le ide ebbe a testbe, hogy mi a lelked. És ezt hívom lelki ismeretnek, vagy emberi megnemesülésnek, mert ha ezt nem tenném, akkor nem hoznám ki magamból azt a specifikusan emberit, amitől valójában ember vagyok, és nem valami más típusú lény. Egy inkarnációt emberi testbe bevállalni hatalmas kockázat, mert oly mértékben követhetek el hibákat, hogy ez valami páratlan. Az összetévesztésnek, az úttévesztésnek, a haragba, kapzsiságba, téves nézetekbe való beleveszésnek egy hatalmas kockázata az, hogy emberi testbe születek. De az ezáltal szerezhető belátás is pontosan ugyanekkora. Tehát, hogy akkora lépést tehetek a rálátásra, a karma miben létének meglátására, a megvilágosodás elérésére, mint egy lágyabb, biztonságosabb inkarnáció esetleg, nem? Ez mennyire jó egy házi macskának lenni egy jó családban. Kockázatmentes, de a macska létet nem tud meghaladni. Jó? Tehát ez a karma. Minden, ami látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, beszéd, cselekedet, érzem, mind karma, mert mind bizonyos feltételekkel megjelenik, marad és eltűnik. És ez a test és a lélek minden egyes atomjára, megjelenésére és eltűnésére mind igaz, minden jelenségre. Na most, ahogy a karmát általában az emberek gondolják, az valami végzet. Én azt szerettem, hogy inkább kezdett. Tehát mi az, ami kezd? Jó? A végzet az az át nem látott karma, és az, ami a szabad akarat, az az átlátott karma. Az átlátás által válik ez lehetőséggé, és az át nem látás által marad az kényszer. Tehát, ami számodra tudattalan, az a felgyűjtött karma, az az archetipusokon, ösztönökön, egyebeken keresztül elkezd érvényesülni, és hajt téged úgy hátulról. De ha mersz rátekinteni és belenézni, akkor tudatosulhatnak ezek a dolgok, és a kényszerből lehetőség lesz, a végzetből szabad akarat lesz. Ezért szeretem azt mondani, ez éremnek a két oldala. És te rajtad múlik, hogy pontosan melyik oldalát fordítod magad felé. Ha szándékosan elfedezed a belső látásodat, a lelkiismeretedet, a megvilágosodott tudatodat, akkor a karmád uralni fog, mert úgy döntöttél. És akkor van végzeted, és nem tudsz kezdeni magaddal semmit. De hogyha úgy döntesz, hogy látsz, engeded, hogy az önképed változzon, engeded, hogy egy mélyebb belső valóságot ismerj meg, akár az illúzióid feláldozása árán, akkor a kényszerből lehetőség lesz, a végzetből kezdet lesz, a kötöttségből szabadság lesz. És ez minden pillanatban a mi döntésünktől függ, mint ember, emberek. Jó? Tehát nincs ez. Ez a te karmád. Igen? Mit csinálsz? Most éppen mihez ragaszkodsz? Most éppen mivel azonosulsz? Most éppen kinek hiszed magad? Na, az a karmád. Jó? Ez egy aktív, teremtett dolog. És nem pedig egy passzív, kapott, kívülről definiált dolog. És ekkor kanyarodhatunk vissza ahhoz az alapigazsághoz. Ha meg akarod látni minden dolog igaz természetet, akkor lásd meg, amit egyedül a tudatot teremt. És itt jön vissza az alaptanítás. Tehát nincs olyan esemény, amelyhez te belül ne járultál volna hozzá. Ahol egy pillanatnyi egyetértésed, azonosulásod, döntésed nem vezetett oda,
amilyen helyzetbe kerültél, amilyen cselekedetek ugye történtek, látszak tőled függetlenül. És hogyha ezt így látod, akkor megmenekülünk két komoly szélsőségtől, az egyik a bűntudat, a másik a felelőtlen nem törődömség. Ugyan ma, nekem semmi dolgom, ezzel valaki megcsinálta azt most, én meg csak így élek. Igen, kedveske, hogy élünk? Milyen döntést hozunk? Hol van a felelősségünk kezdete és vége? Hol van a szabadság és a kényszer határa? Ha ezeket a kérdéseket nem tesszük, akkor soha nem jövünk rá egy mélyebb valóságra, mint amit ugye csak az érzékszerveink, meg a különböző ilyen kis hormonális rendszereink közvetítenek számunkra. És ekkor lehet egy kicsit két emberibb tudattal élni. És ekkor látod meg, hogy ezt a karmát valójában hogyan teremtjük. A másik a bűntudat. Minden ember sorsa, minden ember szenvedése csak az én vétkem, én igen nagy vétkem. Na de hát nézzük meg, hogy itt is hol vannak a határok. Jó, tehát azt a kutyát az úton nem te ütötted el, hanem egy másik autós. De ha te ebbe belefeledkezel, akkor neki mész az első fának. Tehát meg kell látni, hogy mi az, amit én csinálok, és ezért fontos az, hogy lássuk azt, hogy mi az, ami hozzám tartozik, aki még emlékszik a régi békebeli kabaréra, illetékes elvtárs. Mi az, ami hozzám tartozik, és mi az, ami nem? Ugye? És akkor egészségesen határt tudsz szabni annak, hogy mi az, ami közvetlenül tőlem függ, vagy áttételesen, vagy úgy tűnik, hogy egyáltalán nem. Tehát ekkor van az a középút, hogy az okot és az okozatot tisztán látod, és ha neked egy töredék százaléknyi részed volt abban, hogy ez megtörtént, akkor azt látod, ha 99%-os részesedésed van, hogy otthon éppen kiborult a bili, akkor azt látod. És ez a tisztánlátás a Buddha. Ez a felébredett tudat, semmi más. Nem valami csodavárt állapot, hogy egyebek ilyen kis lótuszok nyílnak a lábam nyomán. Ez egy más műfaj. Egyéb kérdés? Ami most engem mostanában inkább izgat, mivel hogy ott még nem igazán találtam a választ, hogy mi a helyes, konkrétan az anyagi világ, az anyagiak, hogy itt valami mérték, vagy itt nem igazán találom még az egyensúlyt, vagy a biztonságot. Lennél egy picikét konkrétabb? Csak azért, hogy segíts nekem a válaszadásban, mert eddig a kérdés az eléggé általános. És én szeretek konkrétan válaszolni. Hajrá! Tehát mi a helyes például? Én nagyon törekedjek arra, hogy legyen sok pénzem, vagy nem is az a lényeg, hogy én tegyek meg dolgokat, hanem valahogy bevonzzam, vagy... tehát mi a helyes az anyagi biztonsággal kapcsolatban? Tehát, mi a pénz? Hát az a baj, hogy annyira nem értek hozzá, meg nem izgat, de másrészt meg... Legyünk konkrétak. Szükséges. Belenézel a pénztárcában, mit látsz? Pénzt látsz? Hát igen. Oké, akkor az a pénz. Na most a következő kérdés, a pénz érték? Igen. Milyen érték? Csereeszköz. Anyagi érték. Csereeszköz. Kifejezek vele valamit, kommunikálok vele valamit, cserélek különböző dolgokat. Na most, ha ezt a maga megfelelő helyén látod, akkor azt is látod, hogy a pénz az mit csinál? Mit csinál az életedben? Következő lépés, te észreveszed a saját kezedet a saját pénztárcádban, hogy te mit csinálsz a pénzzel a saját életedben. A kettő óriási átfedést mutat. De ha nem helyesen gondolkodsz a pénzről, akkor vagy túl kevés jelentőséget, vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítasz neki, olyat akarsz megvenni rajta, amit nem lehet, vagy nem teszed meg vele azt, amit meg kell tenned, kifizetem a számlákat, a részleteket, uram, bocsánat, egy kölcsönt, stb. Tehát meg kell látni, hogy a pénz micsoda. És hogyha így van, akkor a helyes működését is meglátod, hogy azzal mit lehet csinálni. A következő pedig a te helyes viszonyod a pénzzel. Ha csak elsajátítasz és nem forgatod vissza, hogyha ezt nem forgatod meg a valóságban, akár a te családi társadalmi valóságod, akár az anyagi valóságod, akkor ez a pénz az rád rohad. És ez egy nagyon kellemetlen tudat. És ez elképesztően veszélyes, mert a bankbetétjével azonosuló ember magányosan hal meg.
előtte pedig magányosan él, és azt gondolja, hogy a pénz helyettesítheti a társkapcsolatot, a bizalmat, a szeretetet, a boldogságot, stb. Stb. Tehát a megfelelő viszony, tehát az, hogy te nem vagy azonos a pénzzel, de felelős vagy érte, és használod, és ne a pénz vagy annak tudata használjon téged, ez egy nagyon fontos dolog. Vannak olyan kultúrák, és van olyan karmájú ember, aki mindent pénzre fordít le. Ez a Midászi komplexus, hogy ugye Midász király a régi görög mítoszok szerint, amihez hozzáért, az mind arannyá vált. Az egész birodalma arannyá vált benne, az étellel, az itallal, a társaival, a barátaival, amihez hozzáért, az mind arannyá vált. És ez az ember magányosan pusztult éhen és szomjan. És ez a mítosz, ez nagyon fontos. Főleg ebben a nagyon-nagyon anyagias világban, mindent azon mérünk, hogy 5-6 vagy 7 számjegyű fizetésünk, adósságunk vagy egyebünk van. Tehát meg kell nézni, hogy a pénz valójában micsoda, az mit csinál, én mit csinálok vele, hogy működik az adott társadalmi normák szerint, mert hogyha ezzel nem vagyok tisztában, akkor ilyen téveszméim vannak arról, hogy mi az anyagi érték, mi a szellemi érték, és mi az emberi érték, hogyan működnek ezek együtt. Tehát kellő bölcsességgel és együttérzéssel és kellő önzetlenséggel megfelelő önismeret birtokában helyesen tudod az anyagi javakat felhasználni. Ha nem, akkor vagy túl sok van, vagy túl kevés. Az emberi területű. Olyan nincs, hogy túl sok, de van. Van úgy, hogy túl sok. Miért nem vesznek föl ilyen sok százmilliós lottónyereményeket? Tehát mi az a tudatukban, ami taszítja, hogy nehogy rájöjjenek, hogy ez nekem van, hát az összes rokon tőlem fog kérni. Meg mi lesz velem, meg kirabolnak. Mert ilyen téves nézetgyűjteménye jobb is, hogyha nem is veszi készhez. Tehát meg kell azt látni, hogy a túl sok is probléma, és a túl kevés is probléma. Tehát, hogy pénz áll a házhoz. Mit kezdesz vele? Magadra költöd? Másra költöd? Beruházod? Feléled? Beteszed a bankba, és akkor hozza a kamatokat? És akkor... Tehát ezek a döntések, ezek látszólag anyagi döntések. Nem, ezek mind emberi döntések. Az emberi kapcsolataidat, az életviteledet, a világképedet, az önképedet egyformán befolyásolják. Hogy tudsz önzetlen módon, megfelelő együttérzéssel és bölcsességgel bánni a pénzzel úgy, hogy ez megfelelő módon forog. És végképp nem ilyen beruházási dolgokat. Az is, az egy nagyon kicsi része. De hogy látod meg ennek a helyes működését, hogy anyagi lét? Hogyan élsz benne helyesen? Hogyan élsz a szabadságoddal, és hogy látod meg a szükséges kényszereket benne, a kényszerítő erőket benne? És aki így működik, így tud látni és cselekedni, egy nagyon természetes anyagi léte van. Meglátod, hogy mi az, amire szükséged van, és mi az, amit csak akarsz. Nagyon sok bajtól megóvod magad ezzel. Sokat visszatérnék erre karma kapcsolat témához. Sokat hallok így, aki jót tesz valaki mással, akkor felkiált és azt mondja, hogy átvállalom a karmáját, és megpróbálom megoldani. Én valahogy ezt kicsit negatívan tekintek erre, meg lehet más karmáját oldani? A Buddhának volt egy fantasztikus tanítása ez ügyben. Volt a hívei és tanítványai között egy olyan asszony, akinek újszülött gyermeke meghalt. És oda rohan az asszony a halott csecsemővel a Buddhához, és kéri, teljes szívéből kéri, hogy támassza fel a gyerekét. Mert tudja, hogy a Buddha képes rá. És azt mondja a Buddha, hogy természetesen megteszem. Tehát egy olyan speciális kenőcsre van szükségem, amely mustármagból készül, viszont ezek a mustármagok olyan házból kell, hogy származanak, ahol nem történt haláleset. És az asszony elkezdi a házakat járni, és azt mondja, kérnék olyan mustármagot, ahol ugye, nincs haláleset, és minden házból sajnos azzal utasították el, hogy hát itt is volt sajnos haláleset, itt is. És a nő 3 napig jár, és utána leesik a tantusz, visszamegy a Buddhához, meghajol előtte, és azt mondja, megköszönöm a tanítást, és eltemetem a gyermekem holttestét. És erre mondta azt a Buddha, hogy megérdemelt, vagy kiérdemelt, vagy megtermelt karmát senki sem tud elvenni.
Ez nem jelenti azt, hogy ne segíts a másiknak, csak ne várd azt, hogy a segítséggel átválasz a karmájából bármit is. De segíthetsz neki rálátni, segíthetsz neki megoldani, segíthetsz neki elviselni, csak hogy teljesen átvállalod, olyan nincs. Hogyha nem tévesztjük össze magunkat a másikkal, és nem óhatjuk átvállalni ezt a karmát, amit úgyse tudunk, akkor ez a másik önállóságával jár. Hagyom, hogy önálló legyen. Segítek neki, megpróbálok válaszolni a kérdéseire, együtt megoldani problémákat, de nem átvállalni azt, ami övé, és csak is az övé. Mert valamiért megszületett, és azért csak ő született meg. Ami pedig a te feladatod, az pedig a tied. Ez nagyon fontos, az egyéni felelősség, és a közös cselekvés, az együttes cselekvés. A kiegyensúlyozás nem jelenti azt, hogy elveszed a másiktól a feladatot. Jó? És hogyha így nézed, egy nagyon gyönyörű középút ki tud alakulni. Úgyhogy nincs az, hogy leemeled másikról a terhet, de segíthetsz neki vinni, segíthetsz neki meglátni. És akkor ez így kölcsönös, hiszen bizonyos szint fölött egymás tükrei lehetünk. De bizonyos szint alatt egymást húzzuk vissza. Jó? Példamutatással ezt lehet elérni? Inkább, mint beszéddel? Mikor, ki, mire hallgat. Meg kell látni, hogy hol van a nyitás. Mire nyitott az illető. Van, amikor egy jó szó többet nyom, mint pár hét ugye, folyamatos példamutatás. És néha az Istennek nem hallja meg azt, amit mondani akarsz, de egy helyes mozdulat a helyére teszi. Nézd meg, hogy a tudatban hol van a nyitott frekvencia, és ott kell adni a tanítást vagy a segítséget. Akkor igen? Az inkarnációról szeretnék hallani, jobban érdekel a buddhista hitrendszerben, ez mit jelent? Hát örömmel tudósítom, hogy a buddhizmusnak ilyen nagyon-nagyon komoly hitrendszere az nincs. Tapasztalatokat szoktunk átadni, interpretálni, felhasználni, és az a bölcs, hogyha az ember nem szokott ezen tapasztalatok határán úgy túlmenni, mert egy ilyen ingoványos területre téved, és úgy belekérdez, hogy kész. Amit így elmondhatok szívem legmélyéből, hogy az inkarnáció az, amikor a tudat felvesz egy testet. Ez az inkarnáció. Beül a sofőr a kocsiba, és elkezd vezetni. Jó? A születés gyakorlatilag akkor indul be, amikor a fogantatás pillanata megtörténik, és a testhez való kötődésnek fázisai vannak, és itt a földi életben tényleg igaz ez a trimeszteres megoldás, ez a 3-3-3 hónap. Az első trimeszter az tényleg csak a helyfoglalás, a második az a fejlődés különböző fázisain való már komolyabb ugye, haladás, és a harmadik pedig tényleg az emberi létnek, így az embrionális megélés, akkor már a harmadik trimeszterben már nagyon látszik minden, azt is tudjuk, hogy fiú vagy lánytest lesz. És az egyéni születés tényleg akkor válik teljessé, amikor a köldökzsinort elvágod. Addig a születés folyamata van csak. És akkor válik teljessé, amikor az első lélegzet, az első ugye, fizikai és mentális jel ugye, megszületik, elindul. És ekkor a tudat és test kötődése teljessé válik. És innentől van élet. Haladunk szépen a saját utunkon, vezetjük a kis autónkat, egyre jobban megismerjük, hogy mitől megyünk a fának, vagy mitől maradunk az úton, hogy lehet a szembejövő autókhoz viszonyulni, csak mocsok szemét, vagy pedig hello, tehát ezt mind lehet, ezt így megtanuljuk, és utána egyszer csak érezzük, hogy már nagyon-nagyon baleső keréket fogászhoz kell vinni, és akkor szervizeljük magunkat egy darabig, aztán rájövünk, hogy ez se segít, abban, hogy örökké éljünk, és aztán rájövünk, hogy nem is lenne szabad örökké élni, mert az milyen problémát jelentene, nekünk is, másoknak is, és akkor elfogadjuk azt, hogy egyszer meg is fogunk halni. Tehát a tudat és a test szét fog válni. Ez nem mindig van így. Hát nézzük, az emberek olyan keményen ragaszkodnak, hogy nagyon komoly pofonok kellenek ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy hát igen, most elfogadom, hogy ez a test egyszer kifut alólam. Hiába mész el a temető mellett napjába többször, te azt gondolod, hogy magadra az nem úgy van, rám is ugye, rám ez nem érvényes.
Én addig a technológia megoldja. Tehát valami ilyesmi, valami kibúvó, valami mentesség. Tehát a halál tudata a szükségszerű, hogy ugye a dantei válságig, az élet közepén tapasztalt válságig úgy igazából nem csap meg. Hiába nézel te filmeket, hiába mész te kórházakba, hiába mész el temetőkbe meg mellett. Haláltudat egyébként a gyereknek 8 éves koráig egyáltalán nincs, utána felnőne plusz 10 év, amikor nagykorú lesz, és akkor kicsikét ugye, látja, hogy mi történik, de a saját igazi végzett tudat, hogy egyszernek vége lesz, az élet közepi, ugye midlife crisis, ugye a dantei nagy pokoljárásig belül, addig az valójában sejtszinten kőkeményen nincs meg. Jobb is, mert gondold el, hogy ezzel a koponyával együtt élni több évtizedig, amit te leszel, az nem jó. Tehát annak is megfelelő pillanatban kell elérkeznie, hogy most már legyél kicsikét összeszedettebb, komolyodjál meg, mert tényleg nem fogsz örökké élni. Amikor érzed, hogy ez a test már akármennyi sportolsz, jogázol, fitnessezel, hallítgatsz, meg emelgetsz különböző dolgokat, ez akkor is ki fog futni alólad. És el fog köszönni. És akkor kezdesz igazából azzal foglalkozni, na de a lélekkel mi lesz? És akkor kezdenek az emberek úgy kicsikét magasabb szinten gondolkodni, és azt mondani, hogy no, akkor foglalkozunk egy kicsit önmagunkkal. Igazibb önmagunkkal, mert addig a testen nagyon könnyen azonosultunk, amíg az jó volt, de amikor már nem annyira jó, akkor kezdem kivonni belőle az energiát. És még ez a tudat se jön el mindenkinek. Van, aki élete végéig ilyen érzékszervekhez kötött életet akar élni, és meg van győződve arra, hogy ez akkor folytatódik, és ez valami egyéb módon ez itt tovább él. Nem. A test az megy a temetőbe. A lélek pedig megy oda, ahova az útját kijelölte. Az a te döntéseidnek a következménye, hogy föl, le, vagy így egyenesen. És amikor a haldoklás megkezdődik, akkor van az, hogy a test visszafordíthatatlanul működésképtelenné kezd el válni. Ez valakinek évek, valakinek hónapok, valakinek 2 másodperc. És akkor a lélek úgy távozik, hogy többet már a testbe nem tud visszatérni, mert a test nem tudja fogadni, nem tud újra működni. És ekkor indul el egy következő inkarnáció felé, akkor, hogyha a házi feladatát belül nem fejezte be. És maradt még annyi energiája és tudata, hogy vágyja a következőt. De néha egyébként ez olyan szélmalomharcnak tűnik legalábbis számomra, hogy minden egyes leszületéssel újabb és újabb az én nézetemben karmákat, de ez most már így nem teljesen helytálló. Tehát terheket veszünk, akadályokat készítünk magunknak, és akkor ez így sziszifuszi. Minden egyes inkarnációval újabb lehetőséget kapsz a tudatosulásra, a megvilágosodásra, és ezért nem rossz, hogy a 70-80 évenként így lenyomjuk a reset gombot, az újraindítást, és ha te terheled magad egy adott inkarnációban, az már a te döntésed, ha pedig leteszed a terheidet, az is a te döntésed. Tehát meg szokták kérdezni, akkor most van újra születés, vagy nincs? És a kérdés az, hogy mit akarsz? Létrehozod, akkor van, nem hozod létre, akkor nincs. Jó, tehát rengeteg, végetlen a tér, mely munkára hív, kiírta. Madács Imre, az ember tragédiája. Tessék emlékezni, itt ülünk a könyvtárban. Embetű, Madács, újraolvassuk, jó? Az ember tragédiája az az ember újabb lehetősége. És nézzek, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Ádámka, nehogy elfeledd a véget, mert attól vagy ember, hogy látod a végét, hogy egyszer vége lesz. Tehát nem szabad a mulandóságra úgy tekinteni, mint hogy kitaszítottak engem az öröklétből. Inkarnálódtának van kezdete meg vége, nehogy elfeledjed. Majd rájön a gyerek is. Mert ugye, nézzek, anyának érzem, ó Ádám magam, mondja Éva. Ádám reakciója, csak el tudnám feledni, hogy ugye én is kimegyek innen, mert a gyerek születése ébreszti rá, hogy egyszer ő meg fog halni. Tehát azért az nagyon jól megvan írva. Köszönöm szépen. Szívesen. Mi az, amit megvan írva az életünkbe konkrétan? Tehát emberek,
például, hogy ki lesz a férjünk, feleségünk, gyerekünk. Tehát ezek adott időpontban, én úgy tudom, emberek megjelennek az életünkbe, és ezek nem véletlenek, hanem ezeket. Mindaz, amit változtathatatlannak gondolsz, az meg van írva. Mindaz, amit változtathatónak gondolsz, és megváltoztatod, az nincs megírva. Statisztikai valószínűségekről beszélünk, és nem eleve elrendeltetésről. Tehát nincs eleve elrendelve senkinek, hogy szenvedélybeteg lesz, de mondjuk az alkoholizmusra való hajlam, az jöhet vele, ugye karmikus személyiség adottságként, vagy személyiség jegyként. De senki nem adja a kezébe a poharat, hanem azt ő veszi. Tehát azt egyébként már nagyon sokan megállapították, hogy milyen személyiségtípusok, milyen körülmények között válnak szenvedélybeteggé. Egész iparág foglalkozik ezzel. De nincs megírva senkinek, hogy azzá válik, csak a valószínűség adott. És ezt a valószínűséget viszont hozhatja magával. Ezt hívják belső tudati indítéknak, és hogyha megfelelő környezetbe kerül, akkor ez a kondicionálás révén valóságá is válik. Ugyanez a bűnöző típussal, áldozat típussal, bármilyen típussal, ami ugye valószínűséget és kondicionáltságot hordoz, de nem végzetet és nem eleve elrendeltetést. Tehát minél inkább emeled az illető szellemi szabadságát, minél inkább ez a belátás és tudati ugye, tisztaság érvényesül, annál inkább növeled a pillanatban való helyes döntés valószínűségét, és csökkented a korábbi kondíciók érvényességének, vagy érvényesülésének a valószínűségét. Hát ezért van jelentősége a szellemi gyakorlatnak, hogy ne a korábbi szokások kontrolláljanak téged, és váljanak végzeteddé, hanem a friss, szabad pillanatban kezdhess mindig tisztán. Tehát nincs megírva semmi. De korábbi életek karmáit azt hordozod, ott van a 8. tárház tudat. Tehát elképesztő, mit hozzunk le. Ismét gyerek fejlődés, ugye honnan tanulta? Nem tanulta lelkem, már tudta. Csak te aktiváltad, vagy más valaki. És arra ránevelni, hogy tisztán lásson, hogy ura legyen önmagának, hogy tényleg böcsülettel, lelkiismerettel éljen. Ez óriási felelősség. És akkor a sors az nem végzet, hanem a sorsból út lesz. És ezt az utat te választod meg, hogy milyen irányt veszel föl. És nem a szokásaiddal van a baj, hanem azzal, hogy nem tudsz rajtuk úrrá lenni. És hogy adott embereket kell találkozom életemben, ez mennyire előre meghatározott? Megint csak rajtad múlik. Mit tettél azért, hogy egy olyan ember társaságába kerülj, aki éppen oda került melléd? Nézd meg! Élsz egy bizonyos típusú házasságban, és akkor hirtelen rájössz, hogy ezt most hogy csináltam? Tehát hogyan alakítottam a kapcsolatomat odáig, hogy 10 évvel ezelőtt gyönyörűséges kézfogom volt, most pedig keresem a konyhakést? Hogy van ez? Tehát ha máshogy élem mondjuk gyerekkoromtól 20 éves koromig, ha máshogy élek, akkor tegyük fel egy másik férfit vonzok be? És nem bizony. Biztos, hogy őt? Bizony. Más tudattal élsz, más lelkiséget alakítasz ki, más társat vonzol be. Hát ez így van, most nézd meg, hogy milyen gyerek születik hozzád. Te milyen lelket hoztál le? Ki az, aki méltónak találtatik, hogy hozzád szülessen, illetve te kit érdemeltél ki? Tehát ez a te saját tudatállapotodon plusz a társad tudatállapotán így egyszerre múlik, adott karma, adott személyiség, és jön hozzá az, akit te fölnevelsz, és a porony pedig tanít téged ezerrel. És csak azért nem lehet ugye, megorrolni rájuk, mert teljesen ösztönösen teszik. Tehát, látszólag teljesen tudattalan, ösztönös folyamatok szülő szempontjából úgy találnak célba, mint hogy ilyen precíziós ide GPS-szel vezérelt lézerbombákat adnának, és néha annyira tud szeretni, mint amennyire tud bántani. Mi vezérli ezt az egészet? A saját közös karmátok. Apuka, anyuka, gyerek együtt. Nincs föltakarítva, veszőfutás. Fel van takarítva, fantasztikusan harmonikus családi élet. Még a konfliktusok is segítenek. Másról pedig még a boldogság is elviselhetetlen. Rajtunk múlik. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi van az öngyilkosokkal? Ők hol vannak jelen, vagy ővelük mi történik? Zavar keletkezik abban a pillanatban, vagy
vagy ott mi történik? Nagyon jó kérdés. Meg szeretném különböztetni a két alapvető fajtát. Az egyik a figyelemfelkeltő, valójában nem akar meghalni, csak fel szeretnék kelteni a figyelmet, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezt megoldhatatlannak véli más módon. A másik típus, hogy valójában meg akar halni. És ez az utóbbi az, amivel igazából foglalkoznunk kell. Egy. A saját karmádat te teremtetted, senki más. Az életednek az a célja, hogy ezt a karmát meglásd és felold. Ha nem mered, nem bírod, nem akarod, és elvágod a test és tudat közötti kapcsolatot, akkor a házi feladatod tovább megy kényszerből egy következő inkarnációba, már azzal a plusz teherrel, amit az öngyilkosság szokása jelent, a feladás szokása jelent. És ha ezt valaki megérti, akkor nem fogja elkövetni. Tehát ezt megfelelő módon kell ennél sokkal lassabban, az illető felfogási sebességével, ráérzési sebességével elmondani, azért, hogy bemenjen. Mert óriási önvédelem van, védem a saját halálomat, védem a saját önpusztító önrendelkezésemet. Tehát hogy lehet ezt kinyitni, gyakorlatilag azzal a mélységes együttérzéssel, hogyha te meghalsz, én is meghalok. És ezt nem lehet szóban elmondani. Tehát vagy megvan ez az együttérzés, és ezzel az együttérzéssel húzod ki a másikat úgy, hogy a bölcsességgel óvod meg az újratermeléstől, hogy ezt a karmát újra termelje. Vagy pedig elmondtad neki elméleti szinten, és utána te elmentél, ő is ment jobbra, te meg balra, és akkor megteszi még egyszer, mert már nincs kényszerítő erő. Tehát érzelmi és értelmi szinten egyszerre kell ezt bevinni a megfelelő pillanatban, úgyhogy érezze is, hogy nincs egyedül, és tudja is, hogy nem érdemes, és nem szabad. És ez már teljesen más, mint amikor valaki halálos beteg, és három orvos, öt orvos mondta, hogy van 2-3 hónapja, 6 hónapja, 1 hete, és iszonyatosan szenved, és ott van a lehetőség, hogy saját maga azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég volt, befejeztem. Mert ez egy más típus. Tehát ott az van, hogy ő már befejezte, csak még a testben van, már mindent megtanult, mindent, amit tudott, megoldott, csak még a sejtjei annyira nem kapták el azt a rákos áttétet, hogy éppen megszűnjenek a létfunkciói. Jó? Tehát itt ez a klasszikus, önpusztító, befejezetlen inkarnációról van szó, amikor a feladatát nem meri, nem akarja átlátni. És hogyha egyszer, ha csak egyszer a nézőpontot máshova teszed, akkor a félelemből és önpusztításból egy teljesen más tudatot tudsz legyártani. Ugyanis van egy ilyen momentum, hogy tényleg ennek az embernek darabokra hullott minden. Még az egója is darabokra hullott. És ezt az állapotot, hogyha vissza tudod fordítani, akkor így tud fölfele menni. Jó? Köszönöm. Szívesen. És még egy dolog, ez kicsit mond, más. Mond. Egy picit kettőség van bennem, mert hogyha orvosokat hallgatsz, akkor ők ugye azt mondják, hogy genetikailag kódolva vagy, és hogy bizonyos betegségek öröklődnek. A spirituális dolgokban, meg inkább általánosságban azt mondják, hogy te ezen tudsz változtatni. És akkor most mi az igaz? Az, hogy tudsz változtatni. De azt is, hogy a korábbi kondíciók nagyon komolyan tudnak kötni a te ragaszkodásod és azonosulásod függvényében. Egyébként a spontán mutációk és az úgynevezett ugrálógének, azok nagyon komolyan most már, hogy zavarják ezeket a konzervatív, ugye, genetikus emberkéket. Még azt mondják, hogy megszülettél egy génkóddal, és ez végig megy veled. Hát nem. Ezt elsősorban immunológusok találták meg, hogy milyen elképesztően érzelemfüggő és gondolatfüggő az immunrendszerünk. Amilyen érzelmekkel élünk, és amilyen gondolatokat gondolunk, az instant befolyásolja az immunrendszered működését. És aztán mentek tovább, és látták azt, hogy a génkód is cserélődik, a génkód is változik, és ezért van óriási jelentősége annak, hogy a test és a lélek összekapcsolódásának a törvényeit megismerjük. Magyarul milyen tudat, milyen testet kap? Tehát mi a szellemi DNS-ed? Mert a szellemi DNS-edből következik a fizikai DNS-ed is. És ez egy életen belül változhat. Változik is ezek a spontán mutációk.
Tehát mi az, amitől valaki egy adott vírus törzsre zéro immunválaszt ad, és mi az, amitől egy másik ember ugyanarra a vírus törzsre teljes fegyverzetben az összes antitestet felvonultatja, és úgy hazavágja a vírust, hogy még kezelheti is a járványt. A másik pedig simán áldozatul esik. Mitől? És ez változhat, hogy egyszer volt immunválasz, aztán meg nem. Tehát mitől van ez az egész? Tehát nézzük meg azt, hogy mennyire tudatfüggő a test, és ne csak azt nézzük meg, hogy ugye a tudat testfüggő. Mert ezt szeretjük, ugye a materiális világban, az érzékszervekhez kötött világban azt mondani, hogy a tudat bizony testfüggő. Nézzük meg, hogy a tudat miért vette fel azt a testet. Mi az a szellemi génkód, az a tudati, lelki génkód, amivel ezt az egészet mi fölvettük. Tehát milyen tudat, milyen testbe születik újra? Miért van olyan arcod, amilyen? És akkor innentől kezdve teljesebb a kép. Igen? Ha most a betegséget említettük, meg hogy milyen tudat, milyen testbe születik, autizmussal kapcsolatban. Tehát nekem egy ismerősöm van, és nagyon sokat gondolkodom, hogy ez miért történetet, vagy mi a dolgom nekem például ebben az esetben, miért kerültem kapcsolatban ilyen tanítvánnyal. Határeset, tehát nem igazán tudják az orvosok igazolni, hogy autista, mert az értékei olyanok, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni. Hogy akkor a gyermek tudata, meg ez a test, mert olyan rend, egyszerűen nem akarja a rendszereket elfogadni, de zseni. Szerintem ez a savant, tehát ez a zseniális, sajnos töredék százaléka ilyen. De keveset tudok arról a témáról, amit kérdezel, ahhoz, hogy átfogó és mély választ adjak, bizonyos aspektusait ismerem, és két aspektus szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy a tudat nagyon sok okból választhatja azt, nagyrészt tudattalanul gyerekkorban, hogy leválasztódik a valóságról, és egy önálló belső lelki kognitív valóságot alakít ki. Ez vagy nagyon működik, a zseni, vagy pedig teljes állandó kollapszus van, és ekkor szorulnak nagyon komoly segítségre még az alapfunkcióikban, működésükben is a gyerekek. Tehát igazából a tudati faktor nem ismert. Nagyrészt azért, mert tudattalan döntések eredménye. Senki nem döntene úgy tudatosan, hogy egy működésképtelen állapotot fölvesz. Viszont van egy másik aspektusa ennek, amivel nemrég találkoztam, és mivel Amerikában nagyon megnőtt az autizmus, az elmúlt 10 évben gyakorlatilag 2,5-3-szorosára növekedett a 2 és 12 év közötti jelenségek aránya, előfordulások aránya, és megnézték az odavezető faktorokat, és szinte kivétel nélkül a magas cukortartalmú, magas sótartalmú és magas zsírtartalmú feldolgozott és genetikailag módosított élelmiszerek a felelősek ezért. Tehát, hogyha 70%-ban csökkentették az ilyen típusú élelmiszerek arányát, az autizmus tüneteinek 70%-a eltűnt. Tehát azt mondják, hogy az autizmus első és legfontosabb gyógyszere a teljes értékű természetes alapú táplálék. Hogyan jöttek rá? Úgy, hogy az állatetológiai konferenciákon megnézték, hogy amikor ilyen komoly etológiai problémák vannak állatpopulációkban, mert bizonyos típusú takarmányt kaptak, akkor egyszer csak valaki felállt, hogy a gyermekpszichológiából ugye ugyanezt látja, bizonyos óvodai népesség, közösség és kisiskolás közösségben, és a tünetek megegyeznek. Tehát csak az egyik felét, ugye állatetológiai problémának mondják, a másikat pedig gyermekviselkedési problémának mondják, illetve autista tüneteknek. És kiderült, hogyha ezt a genetikailag módosított, nagyon keményen anyagcserét és tudati működést módosító élelmiszercsoportot lecserélik, akkor a gyerekek tudata helyreáll, a nyomelemek egyensúlya helyreáll, az anyagcsere helyreáll, a koponyában, az agyban tapasztalható életműködés is helyreáll, és ezek a kémiai egyensúlyzavarok, ezek megszűnnek. Úgyhogy nézd meg azt, hogy mit tudsz változtatni a gyermek életkörülményein, fizikai, lelki,
körülményei ahhoz, hogy éberebb és tisztább tudattal, tisztább testtel is éljen. Aztán van egy olyan része, amit el kell tudni fogadni, hogy azt nem tudod megváltoztatni. Mert azt tapasztalom, hogy stressz hatására, akkor jönnek elő ezek a tünetek. És... a tudat rendkívül érzékeny és rendkívül gyenge. És képzeld azt el, hogy van egy olyan tükröd, hogy ha csak eléraksz valamit, a tükör összetörik tőle. Aztán van az a tükör, ami annyira erős, hogy a tárgyat rá is ejtheted, de visszapattan róla. Ez a kiképzett és rendkívül erős, az azonosulásba semmi módon nem belevesző tudat. Egyik szélsőség ilyen szinten nem rossz szélsőség, akármi történik a tudattal, a reflexiós képessége nem szenved csorbát. Ez a gyémánt tükör, meg se tudod karcolni, bármit csinálsz vele. És van egy olyan, még csak elérakod a tárgyat, de már reflektálni se tud, és összetörik tőle. Már csak attól, hogy ez megtörténik a távolból. Valami gondolat, valami érzelem, a legapróbb számodra teljesen elnyelhető, feldolgozható stressz, ez is darabokra töri. Túl érzékeny, túl gyenge. Tehát megfelelő szeretettel és együttérzéssel viszonyulni hozzá, meghatározni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, és el is tudok végezni az, hogy a gyermek tudati és fizikai állapota javuljon, és elfogadni, hogy ez nem lesz teljes értékű. Elfogadni azt, hogy ez nem lesz tökéletes, de amit tudtam, megtettem. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen típusú nevelés, milyen típusú oktatás az, ami ugye a tudatát emelés, a különböző készségeit fejleszti. Azért is hívják autistának őket, mert nem mennek bele a rendszerbe, nem illenek bele a rendszerbe. És hát természetesen erre kéne az adóforintokat inkább költeni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, hogy lelkiismeret, és mi történik akkor, amikor arról beszélünk, hogy lelkiismeret fordulás. Lelkiismeret az, hogy meglátod a lelked tükrében, ebben a tiszta tudatban, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ez a lelkiismeret. A lelkiismeret furdalás az, hogy ezen belátás ellenére cselekedtél. Tehát a legjobb belátásod, a legemberibb belátásod ellenére cselekedtél, és vagy a gondolataid, vagy az érzelmeid, vagy a vágyaid, vagy a dühöd, de kisajátította azt a döntést, amit egy magasabb szinten másképp meghoztál, de belül hiába volt meg ez a belátás, külső körülményeid vagy belső késztetéseid lefokozták ezt a döntést, és nem azt tetted, amit a legjobbnak, leghelyesebbnek gondoltál. Ez a látásnak, a vidgyának a felébresztése, amikor felébred a lelkiismeret, és végre megláttad, hogy mit csináltál. Tehát az ok és okozat belátása, a következmények belátása, az a lelkiismeret felébredése. Ez a karmára való rálátás, hiszen a lelked az a karmának az összessége. A gondolatok, érzelmek, múlt, jelen és jövő összes impulzusának a gyűjteménye ez a lélek. És ez ettől még élő, ez még emberi, csak meg kell nézni azokat a kvantumokat, amiből ez összeáll, és ez gondolatkvantumokból, érzelemkvantumokból, a múlt és a jelen és a jövő, ezekből állnak össze. Ettől ez még ugye alapból te vagy, csak a legmélyebb, legigazibb éned nem azonos ezzel. De ez a te utad, ez a te házi feladatod, ez a te lehetőséged, és néha a te kényszered. Na most ennek az ismerete tudatosságot és látást kíván. És ez a lelkiismeret. A lelkiismeret az lehet egy egyszerű morális és etikai kódex, akkor hívom interpretáltnak, vagy lefordított dolognak, de a lelkiismeret, hogyha nagyon mélyre viszed, az tényleg közvetlen rálátás az okra és az okozatra, ami történik veled, és amit te teszel a világgal. És hogyha ennek alapján a tiszta, világos, emberi, nemes belátás alapján döntesz, akkor a következő az, hogy legyen erőd és bátorságot kivitelezni azt. Mert az első pillanat, amikor meglátod azt, hogy valójában mi a helyes, és mi az, amivel meg tudom oldani a problémát, fel tudom oldani a konfliktust, elvégezni a feladatot, egyensúlyban tartani kapcsolatokat, ezeket nagyon sokszor meglátjuk. De aztán nem hiszünk benne, nem vállaljuk el, nem visszük végig, megmagyarázzuk magunknak, hogy miért nem, és aztán lelkiismeret furdalásunk van, mert akkor meg az a visszacsatolás jön meg. Úgyhogy kellő
önismerettel, kellő belátással ez a lelkiismeret, ez a tudati tisztaság, ez növelhető, fejleszthető. És én kívánom azt, hogy egyikünk se hozzon olyan döntést, amivel ezt a lelkiismeretet rontja, elfedezi, nem használja, félrelöki. Mert valójában ettől a lélektől és a lélek ismeretétől vagyunk emberek. És a lelkiismeretünkön és a tiszta tudatunkon való munkálkodás az ugyanaz. Az nem különböztethető meg. Úgyhogy ha ezt igazából a tényleg őszintén csináljuk, akkor nincs az a feladat, amit ne oldhatnánk meg, és nincs az a nehéz helyzet, amiből ne kerülhetnénk ki. Mert az önmagunkkal való őszinteség az nem csak az önmagunkhoz való hűséggel párosul, hanem a másokhoz és az utunkhoz való hűséggel is. És ha ez a fajta lojalitás, hűség és tisztánlátás megvan, akkor tényleg az ember csak elpusztítani lehet, de legyőzni nem. És ezért hívták a Buddhát nagy hősnek, vagy nagy győzőnek, mert ő legyőzte azokat az akadályokat, amelyek a lelkiismerete elé álltak. Legyőzte azokat az akadályokat, amelyek a szellemi belátása és a megvilágosodás útjába álltak. És ezt csak magunkon kezdhetjük, csak a saját lelkiismeretünkkel kezdhetjük. És az első meditációs gyakorlat az, hogy igyekszünk őszintének lenni saját magunkkal. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, hosszú és kitartó életet, és szeretném megköszönni, hogy ma este mindannyian tiszteletre méltó figyelemmel itt voltatok, és a dharmát együtt most a felszíne hozhattuk, és talán tovább is adhatjuk a következő generációknak. Köszönöm a figyelmet!